Az éveleje tökéletes lehetőséget biztosít arra, hogy belevágjunk olyan dolgokba, amiket eddig nem volt bátorságunk kipróbálni. A sport is egy ilyen tevékenység. A rendszeres testmozgást azonban semmiképp sem szabad felelőtlenül elkezdeni. Szmorek Piroska, BSI futónagykövet a 60 TV Életmód magazinjában kifejtette, mielőtt eldöntenénk, hogy milyen sportot szeretnénk űzni, mindenképp kérjük ki a házi orvosunk véleményét. 60-ban sokan választják a futást hobbinak, kapcsolódási tevékenységnek. Azt azonban jó tudni, hogy télen a szabadban futáskor néhány alapvető szabályt be kell tartani ahhoz, hogy biztonsággal hódolhassunk a mozgás örömének. Nagyon fontos a réteges öltözködés. Mindenféleképpen fontos az, hogy megnézzük, hány fok van odakint, illetve amikor elindulunk futni, akkor nem baj az, hogyha egy picit fázunk, mert a futás alatt ugye bemelegszünk. Amikor elkezdünk hidegben futni, akkor a kiegészítőkre nagyon oda kell figyelni, a kezeket védeni kell, tehát kesztyűt mindenféleképpen viselni kell. Én azt mondom, hogy már 520 fok alatt érdemes egy vékony kesztyűt viselni, mert a kézben lévő ízületek megfázhatnak a hideg hatására. A BSI futónagykövete hozzátette, a bemelegítés és a futás utáni nyújtás elengedhetetlenek, hiszen ezek elhagyása akár sérülésekhez is vezethet. Aki pedig ehhez az új hobbihoz társaságot is keres, az a BSI futónagykövet 60 Facebook oldalához csatlakozva kapcsolódhat be a Fut 60 csapatához. Itt pedig hasznos tanácsokkal is ellátják azokat, akik nemrég kezdtek el futni. A Fut 60 egyébként szombaton egy Yours Truly elnevezésű rendezvényt szervez a városban, amelyhez bárki csatlakozhat. Ez az esemény arra ösztönöz minden indulót, hogy lépjen ki a komfortzónájából. A futás a Markovics Kálmán városi úszoda elől indul 10 óra 30 perckor.